Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. A mai műsorunkban megmutatjuk, hogy miként lehet ilyen kis díszeket készíteni, ellátogatunk egy gyermektáborba, illetve arról is szó lesz, hogy mi kerüljön az úti patikákba. Tartsanak velünk! Ez a kis színes szívecske a kezemben pontosan úgy néz ki, mint a gyerkőcök nagy kedvence, a nyalóka. Pedig ez egy gyurmából készült kis dísz. A levegőre száradó gyurma nagyon sokrétű alapanyag, bárkinek kieshet. A végeredménynek pedig csak a fantázia szab határt. A következő percekben mutatunk néhány ötletet inspirációnak. Műhelyünk előző részében, mint díszítő elem feltűnt egy kismadár a képsorokon, úgy gondoltam, hogy ennek okán most akkor megmutatnám, hogy égetőkemence és mázak körülményes beszerzésének elkerülésével, hogy tudunk mégis a mázas kerámiához hasonló dísztárgyakat készíteni. Forok! A hozzávalókról most részletesen nem beszélnék, kivéve a főszereplő anyagról, ez a levegőre száradó gyurma, amiből kétféle létezik. Van belőle vörös, illetve fehér, ennek megfelelően a vörös vörösre szárad, a fehér pedig fehérre. A megmunkálása hasonló az agyagéhoz, viszont ezt nem kell kiégetni, mint az agyag tárgyakat, hanem ez levegőre száradó gyurma, ez is a neve. Annyi különbség van az agyag és e között, hogy ez törékenyebb, illetve nem vízálló, viszont ezt is remekül lehet díszíteni. Az anyag megmunkálásának vannak különféle csimborasszói, ezeket így szépen a készítés során majd elmondom. Tehát az anyag megmunkálásához mindig használok gumikesztyűt, mert sokkal kényelmesebb így dolgozni, illetve a vörös színű agyag az megfogja az ember kezét, tehát így sokkal egyszerűbben tudunk dolgozni. A felületen, amin dolgozom, mindig terítek le egy műanyag terítőt, ezen sokkal könnyebb az anyag megmunkálása. Érdemes mindig annyi anyagot kivenni az acskóból, amit megdolgozunk, mert nagyon hamar megszárad, összeszárad. Az acskót pedig gondosan vissza kell zárni, utána ezt illetően több hónapig használható még a tasakban maradt anyag. Érdemes egy körben megmunkálni, mert ha néhány perc elteltével szeretnénk újra gyúrni, akkor a felülete repedezett lesz és mozsalékos lesz az anyag. Gyúrmázást követően kis sodrófa segítségével, amit csak erre használunk, tehát süteményt utána ezzel ne nyújtsunk. Kinyújtjuk az anyagot. Lehetőség szerint egyenlő vastagságúra. És nem túl vékonyra. Túl vékonyra nyújtjuk az anyagot, akkor a száradás során felpöndörödhet a dísztárgyaknak a széle. Száradáskor arra is érdemes figyelni, hogy ne közvetlen napfényre, illetve télvíz idején ne radiátorra, hanem inkább alá tegyük száradni a dísztárgyakat. Mert ha túl gyorsan szárad az anyag, akkor is felpöndörödhet a széle. Érdemes a száradási folyamatot figyelemmel kísérni, és hogyha mozgolódik az anyag, akkor kicsit segíteni neki, hogy visszatérjen a vízszintes helyzetébe, és akkor egy egyenletes felületű dísztárgyat kapunk. A
Amikor megvan a szépen egyenletesen kinyújtott tésztánk, akkor jöhet a szaggatás. Én általában süteményszaggatóval szoktam dolgozni, vagy saját magam által kitalált figurákat vágok körbe késsel. Nekem ezeket a figurákat már legyártották, szaggatóvá tették, úgyhogy nekem most könnyű dolgom van. Kezdődjön akkor a szaggatás. Érdemes erőteljesen rányomni a figurát, ami ragaszkodni fog az alatta lévő felülethez. Ez kés segítségével lehet egy kicsit magunkon segíteni. A formák széle általában ilyen sóriás lesz, majd a későbbiek során megmutatom, hogy hogy lehet eltüntetni, de egy kicsit elsimítva a széleket, előre tudunk dolgozni. A kiszaggatott figurákat pedig egy egyenletes felületre, vízszintes felületre pakoljuk el. Maga az anyag száradása, az kicsit időigényes. Én általában 2 napot szoktam hagyni a száradásra, történjen az radiátoron vagy nyáron szabad levegőn, de ahogy mondtam, semmiképp sem napfényen, mert ha gyorsan szárad, akkor jobban pöndörödik. Akkor tudjuk, hogy száraz a kiszaggatott forma, hogyha nem gumiszerű és ilyen kopogós száraz érzete van. De akárhogy is a 2 nap elegendő neki, utána tudjuk szépen díszíteni és megmunkálni. Érdemes az anyagot, úgy mint a mézes kalács tésztát, jól kihasználni és akár egyszerre több szaggatóval is szaggatni. Praktikus tanács, hogyha a vörös gyurmával dolgozunk először, majd azt követően a fehér gyurmával, akkor érdemes letisztítani a sodrófának a felületét, különben a fehér gyurmánkból könnyűszerrel vörösesen piszkos fehér felület lesz. Maradék anyagot összegyúrom, és természetesen kihozom belőle a maximumot, semmi nem mehet a kukába. Itt is számít, hogy minél gyorsabban dolgozzunk, mert nagyon gyorsan szárad az agyag felülete, és mint a rinocérosznak olyan lesz, rinocérosbőr, olyan lesz a gyurma felülete, és az nem túl esztétikus. Ha szépen eltüntetjük a sorját, akkor talán csiszolni se kell utólag. Ebben érdemes arról elgondolkodni, hogy milyen dísztárgyat szeretnénk. Üvegre szeretnénk kötni a kismadarat, vagy esetleg a babakocsit, mert éppen keresztelőre visszük a pálinkát, vagy virág mellé tesszük ajándékkísérőnek, vagy karácsonyfadíszt szeretnénk belőle készíteni. Ez azért fontos, mert úgy kell majd még a teljes száradást megelőzően kiukasztani a felületet. És hogy semmi ne menjen kárba, az utolsó morzsákból kis gyöngyöket fogok gyúrni, amivel szintén lehet díszíteni majd. Itt nem kell a szabályosságra törekedni, lehet ilyen rusztikusan meggyújt gyöngyöket készíteni, ennek ez a bája. És ha minden anyagot már felhasználtunk, és minden a száradó felületen van, akkor kezdődhet a díszek
kiokgatása annak megfelelően, hogy ajándékkísérőnek szálljuk, vagy karácsonyfa dísznek őket. A vastagabbakat lyukaszthatjuk ajándékkísérőnek, ez azt jelenti, az alján kell kiukasztanunk óvatosan. Már azzal a hurkapálcával, amit aztán a későbbiekben majd felhasználunk. De még készíthetünk hűtőmágnest is belőle. És ezt ennek megfelelően lyukasztjuk. És amikor ez kész, mehet meg száradni az ablakpárkányra, de ne napfényre. És mivel én előre dolgoztam, azonnal meg tudjuk nézni, hogy mi történik a teljes száradást követően. Azt látjuk, hogy már kopogósra száradt az anyag, megnézzük, hogy hogy dolgoztunk korábban. Hogyha nem sorjáztuk le rendesen, nem simogattuk le rendesen a kis formánk szélét, akkor érdemes nagyon finom csiszoló papírral egy kicsit rádolgozni, hogy szép legyen a felülete. Maga a csiszolás, az egy porral járó folyamat, érdemes maszkot viselni hozzá, esetleg szabad téren végezni. Érdemes a különböző színű gyurmákat külön csiszoló papírral megdolgozni, hogy ne piszkoljuk össze például a fehér színű felületet vörös porral. Festésre váró felületeinket érdemes a csiszatolást követően ecsettel letisztogatni, mert sokkal könnyebben megtapad rajta a festék, és könnyebben dolgozunk vele. Most következzék a díszítés. Én akrilla, illetve üvegkontúrral szoktam díszíteni a dísztárgyakat, mindkettő anyagot nagyon szeretem. Kiválasztottam néhány színt, ezeket így teljes valójukban, de akár fehérrel keverve, a színt finomítva is tudjuk használni. Az akril egy nagyon hálás festék, műanyag alapú, gyorsan szárad, úgy kell vele dolgozni, mint a temperával, vízbázisú, könnyen tisztítható az ecset a használatot követően, és műanyagos hatása van, így vízállóvá teszi a díszített felületet. Lássuk! Minden új szín használata előtt érdemes az ecsetet kimosni, illetve tiszta vizet önteni a pohárba. Az, hogy ki hogyan díszíti, milyen színekkel a kis kiszaggatott süteményeit, az egyéni ízlésen és stíluson múlik. Miután megszáradt az akril, jöhet a kontúr. Kontúrozás során érdemes határozott vonalakkal dolgozni, és a díszítésnek egyébként csak a fantázia szabhat határt. A kontúrból is többféle színű van, nem csak fehér. Nyilván annál látványosabb a végeredmény, minél nagyobb az alap, a díszített alap és a kontúr színe közötti különbség.
Nincs más hátra, mint a megfestett dísztártyainkat felszereljük a különféle pálcikákkal, hűtőmágnesel, macogokkal, és kísérőnként oda tegyük az ajándéktárgyaink mellé. Leendő fodrászok, kozmetikusok, villamossági szakemberek és honvédkadétok lepték el az Árpád szakképzőiskolát. Igaz, most még csak kisdiákként, de annál nagyobb lelkesedés mellett játékos formában sajátíthatták el a különféle szakmák talán éppen a leendő hivatásuk csínyát, bínyát. Leendő fodrászok, kozmetikusok, villamossági szakemberek és honvédkadétok lepték el az elmúlt két hétben az Árpád szakképzőt. Igaz, most még csak kisdiákként, de annál nagyobb lelkesedés mellett játékos keretek között tanulták meg a gyerekek a különféle szakmák, leendő hivatások csínyát, bínyát. A két hét turnus alatt összesen 60 gyermeket foglalkoztattak térítésmentesen a szervezők, hogy milyen volt a hangulat, azt megtudhatjuk a gyerekektől. A fodrászattal szeretnék majd nagykoromban foglalkozni. Én azon a héten a legjobban a pólófestés, meg pólóbatikolást várom pénteken. Sokkal jobb munka, mint a tabletezás otthon. És hát nagyon jó. Az általános iskolásoknak szóló szakmákat bemutató táborokban hétfőtől péntekig reggel 9 órától délután 3-ig a fodrászati, kozmetikus és villamossági alapismeretek mellett számtalan egyéb területen is kipróbálhatták magukat a nebulók. Zétény egy azok közül a gyerekek közül, akik az Árpád szakképző által szervezett tematikus táborok mindkét turnusában részt vettek. Itt most a háttérben zajlik a munka, te már elkészültél vele, mit készítettél? Igen, először is ilyen fákat csináltunk lent, ilyen arasznyi, ilyen részdrótból csináltuk, és össze kellett 5 darabot, és azt így meg kellett tekerni, és ezt 3-szor meg kellett csinálni, és én csináltam 4 fát, fiúk csináltak nekünk padokat, homokozót, és egy krokodilt, és égőket, és itt meg a tanárúra kifúrtuk a helyüket a fáknak és az égőknek. A gyerekek kompletten felszerelt műhelyekben és tanári felügyelet mellett dolgoztak. Minden héten frappánsan kitalált tematika szerint haladtak. A villamossági alapismereteket oktató részlegen ez a következőképpen zajlott. Úgy alakítottuk ki a tábornak a technikáját, illetve magát a tematikát, hogy mindennel megismerkedhessenek a gyerekek. A hétfői napot azzal töltjük, hogy ilyen fémipari és alap dolgokkal találkoznak, fúrnak, faragnak, csiszolnak, megismerkednek az ilyen dolgokkal, drótot, vezetéket hajlítanak. A következő napon majd forrasztani fogunk, illetve ez a szerdai nap, illetve a villanyszerelésnek az alapjait is meg fogják ismerni, tehát a kezükbe adjuk a szerszámokat, az eszközöket, illetve az anyagokat, és megismerkedhetnek ezzel az egész tábor alatt. De természetesen nem csak a fiúknak kedveztek az árpádosok, a villanyászat mellett fodrászattal és kozmetikai alapismeretekkel is megismerkedhettek a napközis táborban a gyerekek. Különböző szakmákra építettük föl a napokat. A hétfői nap az a szépészet körül forog, a lányok, vagy egy lányos szakmák iránt érteklődőknek, illetve a szerdai nap is ugyanilyen, a két csütörtök az a könnyűipari szakmák felé orientálja őket, a pénteki az pedig egy kicsit ilyen vegyes nap, amikor kézműveskednek, ilyen szabadabb foglalkozások vannak, a fiúk számára pedig az egész héten át van egy villamosipari foglalkozás, ahol egy komplettebb feladatot csinálnak, tehát a hét végére jutnak el a kész feladatik, minden nap egy kicsit hozzátesznek, illetve kedden van honvédelmi foglalkozásunk, amit még fiúk-lányok egyaránt kipróbálhatnak. Jelenleg ilyen sminket tervezünk. Miért választottad ezt a tábort? Azért, mert érdekelt, hogy milyen szakmákba betekinteni.
Melyik foglalkozás tetszik a legjobb, vagy melyiket várod a legjobban itt a hétre előre tekintve? Hát talán a szabásvarrást. És miért? Nem tudom, az olyan jó. Mert most varrógépen is vartunk, és ez tök izgalmas, ez nekem tökre tetszik. Lehetséges, hogy esetleg a felnőtt korodban szeretnél ezzel a szakmával foglalkozni? Van rá esély. A szakoktató kollégák mellett minden tanár egyként dolgozott a tábor sikerén. Valamennyi területmesterének célja átadni a szakma szeretetét, szépségét, és persze remélik, hogy a táborozó gyerekek közül lesz olyan is, aki az Árpádban folytatja majd tanulmányait. Szeretnénk, hogyha minél hamarabb megismernék a gyerekek a szakmáinkat. Ugye a villamosság egy nagyon csodálatos dolog, az ember léptenyomon találkozik vele. Ezt a szeretetet szeretnénk átadni minden kollégám a villamosságban, ilyen gyakorlatilag. Szeretnénk, hogyha megismernék a tanulók, minél hamarabb kezdik el a foglalkozást, annál inkább kerülnek közel hozzá, és reménykedünk benne, igen, hogy ide fognak jönni, és innen majd tovább fognak tudni tanulni. A gyerekek között már is találtunk olyat, aki már most határozottan tudja, hogy mi lesz, ha nagy lesz. Szeretnél esetleg nagykorodban is ezzel foglalkozni? Igen, még gondolkozok rajta, hogy foglalkozzak ezzel, mert nekem nagyon tetszik ez a izé, hogy be kell így vizezni a haját, meg minden. De sok mindenen kell átesni, hogy igazi fodrászosok legyünk. És aztán találtunk egy olyan kislányt is, akit majdnem mi hoztunk magunkkal. Nagyon szeretnék fodrász lenni, csak hát apa nem engedi, azt akarja, hogy újságíró legyek. A táborszervezőknek az idei év az első tapasztalat, de a 2 hét pozitív visszajelzései alapján már most tudják, jövőre a folytatás mindenképpen várható. Leégés, csípések, sérülések, torok és fejfájás, ezek akár meg is keseríthetik a nyaralást, viszont elkerülhetjük ezeket a kellemetlenségeket, hogyha megfelelően állítjuk össze úti patikánkat. Ezen kívül az is fontos a nyaraláskor, hogy mit vihetünk, illetve hozhatunk át a határon. Akár 10 perc is elég ahhoz, hogy bőrünk leégjen, így ha strandolni indulunk, ne feledkezzünk meg a naptejről. De nem csak a leégés veszélye fenyeget minket nyáron, egyebek mellett az allergiás reakciók, a fej- és torokfájás, a csípések is tönkre tehetik a vakációt. A nyári időszak az egyik az allergia időszaka, és fontos, hogy legyen, aki mondjuk érzékeny, allergiás, legyen nála olyan gyógyszer, orspré, amit mondjuk kell használnia. Ami lényeges, hogy az orspréket, amit használnak a betegek, 2 féle típus van. Az egyik, amit mondjuk a megfázásra is használunk, ezek gyorsan hatnak és látványosan, de ezeket nem lehet hosszú ideig használni. Tehát ha valaki allergiás, mondjuk lehet, hogy július-augusztusban, akkor ezeket nem jó, ha ezeket végig használja. Vannak olyan orsprék, amik direkt allergiás betegeknek, amiket lehet több hónapon keresztül is használni, csak ugye a betegek általában azt veszik észre, hogy ez nem egyből, nem olyan látványosan hat, és akkor azt gondolják, hogy ez nem is hatásos. De ennél ki kell várni néhány napot, és utána már látszik a hatása. A csípések enyhítésére szolgáló mondjuk kenőcsök legyenek nálunk, illetve ha valaki, vannak extrém érzékeny betegek, akiknél egy pennek nevezett eszköz, a célszerű magukkal vinni, tehát akik nagyon, mondjuk egy mély csípés, nagyon súlyos, úgymond anafilaxiás reakcióval reagálnak, ez célszerű, ha ezt mondjuk mindig magukkal viszik. Valamilyen fejfájás, lázcsillapítót, ezt mondjuk ha több napra megyünk, ezt mindig érdemes vinni, mert bárki, mondjuk amit említett fejfájás előfordul, vagy ha mondjuk belázasodik valaki, akkor célszerű, hogy legyen nálunk. Illetve hát nyáron ezek a nap tejek, a nap elleni védelem. Itt vannak olyanok, hogy vannak, akik a nap allergiások, úgymond, tehát nagyon kiütések, egyebek jönnek ki a napfény hatására. Vannak olyan naptejek, amik kimondottan napallergiásoknak vannak, illetve vannak már olyan naptejek, amelyek speciálisan, mondjuk akiknél a napfény hatására mondjuk barna foltok jelennek meg, vagy ilyen rozácea is, tehát a piros sodás, akkor vannak ilyenfajta naptejek is, illetve ami célszerű, hogyha esetleg valaki mégiscsak leég,
vagy túl sokat van a napon, akkor valami olyan készítményt, amit mondjuk ezzel be tudja kenni magát. Illetve ami még lényeges lehet, hogyha mondjuk messzebb utazunk, mondjuk tengerpartra, akkor most célszerű esetleg vinni szerintem ebben az időszakban szájmaszkot, meg kézfertőtlenítőt is, mert ugye nem tudni, hogy milyen gyorsan változhat esetleg a szabályok, vagy ez a vírushelyzet, tehát ezt célszerű vinni, és arra kell azért figyelni, hogyha mondjuk hosszabb ideig megyünk kocsival, ezeket amik ilyen gáz tartalmú, tehát hajtógázas spré, vagy az alkoholtartalmú spré kézfertőtlenítőt mondjuk sokáig a kocsiban hagyni nem célszerű, tehát valamilyen hűvösebb helyre kell tenni, hogy ne okozzon akár extrém esetben, tehát felrobban, vagy valamit, ha túl sokáig van mondjuk nagyon magas hőmérsékleten. De kirándulás közben akár sérülés is érhet minket, így jó, ha van nálunk septapasz, kötszer, valamint legyen az úti patikánkban toroköblögető, fájdalom és lázcsillapító is. És ha már nyaralunk, az is felmerül bennünk, hogy mi kerülhet a bőrönbe a fürdőruhán, a naptejen és az úti patikán kívül. Hogyha az országot elhagyva tervezzük a kirándulást, ahhoz, hogy a külföldi nyaralás felhőtlen legyen, nem árt tisztában lenni pár egyszerű szabállyal, így sok kellemetlenség és felesleges adminisztráció vagy pluszköltség megspórolható. További információkat igen, ki, a fontos, hogyha állatot viszünk ki előtte az állatorvostól, egy állatot levelet kérjünk a kutyának, macskának, házi állatnak, illetve ha rendszeresen szedünk gyógyszereket, ezzel kapcsolatban is nem árt, hogyha van egy igazolás nálunk, hogy milyen gyógyszereket használunk, illetve hogy mekkora mennyiséget viszünk ki ebből. Hogyha viszont ugye jövünk hazafele, akkor a behozandó mennyiségek függnek attól, hogy Európai Unión belül, vagy Európai Unión kívülről érkezünk Magyarországra, illetve attól is függ, hogy légiúton vagy közúton érkezünk. Ezzel kapcsolatban pontos információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhetők a naf.gov.hu honlapon, illetve hogyha Európa Unión kívülről érkezünk, akkor fontos, hogy 10 000 eurónál nagyobb készpénzt ne legyen nálunk, mivel a pénzmosás elleni jogszabályok ezt nem teszik lehetővé, de hogyha van, akkor ezt be kell jelenteni, és akkor be lehet hozni. Azt hiszem, hogy leginkább a dohány áru és az alkohol, ami egy olyan fontos dolog, amit hozunk haza is, és szeretnénk, illetve ki is viszünk nyaraláskor. Ilyen tekintetben mi a helyzet? Európai Unión belül elég nagyok a határok, mert ott 40 doboz cigarettát lehet hozni, illetve 110 liter sört, illetve 90 liter bort. Európai Unión kívül ott kisebbek ezek az értékhatárok. További információkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán találhatnak nézőink. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!